Ezek a felvételek a szüreti felvonuláson készültek. A képeken jól látható a szikrázó napsütés és a lengeruhában járkáló emberek sokassága. Sokan az utolsó nyári napokként emlegették ezt a hétvégét. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 27 fok között alakult. Ezek pedig már a keddi időjárás felvételei. Jól látszik, hogy a hétvégi száraz, meleg időnek nyoma sincs. A napsütést felváltotta a szakadó eső és a szél. A hőmérő higanyszála csupán 15 fokig emelkedett. A dunaújvárosiak úgy vélik, október lévén várható volt a szokatlanul hűvös. Hát várható volt, tehát végül is. Már itt az ideje. Nekem a meleg jobban tetszett, de hát ez van. Ugye, babám? Nekünk jobb volt a meleg, épp beszéltük, hogy bele akart menni. Ha kicsit melegebb lesz, belemelt, hát mondom, ez mély ahhoz. Úgyhogy most majd várjuk, hogy milyen idő lesz. Hát, ha még lesz egy kis meleg. Bízunk benne. Van, aki már előre felkészült a hideg hónapokra. Én már előre jó elkezdtem a zöldségturmixot csinálni gyümölcsel, úgyhogy én azt eszem hozzá. Vagyis azt reggelizek, uzsonnázok, és ezzel védem meg magam. Jenki Szilvia, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa televíziónknak elmondta, egy úgynevezett magassági hideg légörvény alakítja a Kárpát-medence időjárását. Ennek a ciklonnak a hátoldalán érkezik a meglehetősen hideg és általában nagy nedvességtartalmú levegő, úgyhogy a következő órákban csak szórványosan, majd ismét egyre több felé számítani kell esőre, záporesőre. Holnap napközben azután helyenként felszakadozhat a felhőzet, de szorványosan továbbra is előfordulnak még záporok, és meglehetősen hűvös lesz a reggeli 5-6 fokról, napközben is csupán 9-10 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ráadásul sok helyütt kísérik erős lökések a nyugati északnyugati szelet. Pénteken azonban már szárazabb idő ígérkezik. Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt majd a nap, ugyanakkor, ami a hőmérsékletet illeti, a hétvégén lesz a leghidegebb. Hajnalban 1-2 fok körüli hőmérséklet várható.